Az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezésről szóló határozatról is döntöttek az ülésen. Várkonyi Zsolt képviselő felszólalásában azt mondta, jogszerűtlen az MNT döntése, mert a határozat Várkonyi szerint szembe megy az Európai Kollégium 2008-as alapszabályával. Az alapszabály ugyanis elmondása szerint egészen más módot határoz meg a kollégiumba való felvételre. A Magyar Nemzeti Tanács végül megszavazta az Európai Kollégiumba való kollégiumi elhelyezésről szóló határozatot. Mi arról akartunk dönteni, hogy a Nemzeti Tanács pályázatot tudjon kiírni az egyetemista hallgatók elhelyezésére ebben a kollégiumban. És minden más döntést azt hiszem, hogy az alapítók a rendelkezésre álló dokumentumok alapján el fognak végezni, és meg fog valósulni minden, amit elterveztünk, de hogy ennél fontosabb döntés ma nem volt, ez egyértelmű. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramról szóló határozat elfogadása is szerepelt az MNT 8. keddi rendesülésének napirendi pontjai között. Az MNT ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki először nyert felvételt a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alapképzés bármely évfolyamára. Magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, és vállalja, hogy a diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben. Az ösztöndíj havi alapösszege nettó 110 euró dinár ellenértéke. Ha a hallgatónak nem sikerül meghatározott időn belül befejezni tanulmányait, akkor a Magyar Nemzeti Tanácsnak jogában áll visszaigényelni az addig folyósított ösztöndíj összegét. A Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén 14 tagozat esetében hoztunk pozitív véleményt, illetve támogattuk azoknak a tagozatoknak a megnyitását, amelyek 15 főnél kisebb létszámú adnak tanúbizonyságot, és egy kivívó esetünk volt, amely a kisoroszi általános iskolára vonatkozik, hogy 3 diákkal is javasoltuk az osztály megnyitását önálló tagozatként. Az ülésen a demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozó határozatot is megvitatták. A határozat több módosításon és kiegészítésen esett át. Így szükségessé vált annak leegyszerűsítése és egységesítése. A demonstrátorok munkája az MNT illetékesei szerint azért fontos, mert az első éves hallgató tanulmányait és beilleszkedését segítik. A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó legfeljebb 140 euró dinár ellenértéke lehet. Az MNT 8. rendesülésén eldőlt, hogy a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága az Újvidéki Európa Alapítvánnyal együtt Vajdaság autonóm tartomány kormányának Schneider Sára Ildikó okleveles közgazdászt javasolja az Európai Kollégium megbízott igazgatójának. Az MNT ülésén 35 napirendi pontról döntöttek.